A foglalkoztatáspolitikai támogatási rendszer újraindult. Ez sikernek számít, hiszen sok rászoruló embernek segíthetnek az álláskeresésben Baranya vármegyében is, mondta Horváth Zoltán, a Baranya vármegyei kormányhivatal főispánya. Több programunk fut, több programunk elérhető. Jelen pillanatban több ezeren vesznek részt a nyári diák munkában. Ez örömteli számunkra mindig, hogy a fiatalok így közel kerülnek a munkaerő piachoz, a munkavilágához, és jövedelemre is tesznek szert. Emellett a Baranya vármegyei önkormányzattal is működtetünk egy Paktum foglalkoztatási programot, és a mai beszélgetésünk apropója, ez a közel 3,6 milliárdos kerettel újrainduló központi pillér projekt. Ez a Gino Plus program. Itt az elsődleges célcsoport a tartósan munkanélkül maradók világa. Rossz szakmával vagy elavult szakmával rendelkezők, hangsúlyozta a főispán. Számukra egy nagyon nagy szolgáltatási csomagot kínálunk fel. A bértámogatástól kezdve úti költség támogatás, amivel el tudnak jutni a munkahelyükhöz, annak a támogatása. Külön kiemeltem az előbb az elavult szakmát, és ezt nem véletlenül mondtam, mert az elmúlt időszakban nagyon megváltozott a munkaerőpiac, akik 20-30 évvel ezelőtt szakmát tanultak, lehet, hogy olyan szakmájuk van, ami ma már sajnos nem kellendő a munkaerőpiacon, és van, akinek 50 éves korában új szakmát kell tanulnia. Na, ehhez is biztosítunk támogatást. A képzés ideje alatt munkajövedelmet biztosítanak számukra, a képzésre való eljutáshoz pedig közlekedési támogatást. Ha találnak neki új munkavállalót, akkor bértámogatást is adnak, fogalmazott Horváth Zoltán főispán. Abban bízunk, hogy ezek a programok támogatják a vármegyénk gazdaság fejlesztését, és újból elérhetjük azt, hogy minél többen találnak munkát, állást a megyénkben. A visszanemtérítendő támogatások finanszírozására az Európai Szociális Alap Plusz országosan összesen 78,41 milliárd forint összegű keretet biztosít. Ebből Baranya vármegyében a rendelkezésre álló induló Európai Uniós forrás 3,66 milliárd forint.